2022. május 1-én indult a Zöld Akcióterv Határok Nélkül KKV-k számára című szakmai program. Célja, hogy segítséget nyújtson a magyar-szlovák vállalkozásoknak a változó gazdasági környezethez való alkalmazkodó képességük javításában. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával 18 hónap alatt több mint 196 ezer euró, vagyis közel 73 millió forint teljes költségvetéssel valósul meg. Ezek a projektek, ezek felhívó jellegűek, bár ennek a konkrét projektnek, amely Rozsnyóval együtt kerül megvalósításra, azért van olyan része, amely a digitális átállást segíti, mint egyfajta olyan pluszt, amely segít a zöld környezetudatosságnak az elvégzésére. Ahogy azért járok Nyíregyházán, vagy a megyében egyre többen kezdenek el olyan programokon gondolkodni, amely a vállalkozásokat megkönnyítheti és zöldebbé teheti. Itt a különböző energetikai rendszereknek a hasznosítására gondolok, de azért ebben a projektben azért többről is van szó, nem csak kis és középvállalkozások, nem csak ipari szolgáltatás, hanem a mezőgazdaság is bekerül, mert ott is nagyon sok mindent tudnak azért tenni azért, hogy a környezetet, a termőföldet azért azt próbálják kímélni. Térségünkben pedig erre hatványozottan szükség van. Észak-Kelet-Magyarországot a hőmérséklet emelkedés és a csapadékhiány is az országos átlagnál jobban sújtja. Itt tehát a vállalatok fokozottan kitettebbek a klímaváltozásnak, arról nem beszélve, hogy itt mondjuk a mezőgazdaság, aki tényleg a legközvetlenebbül kitett, hiszen ha nem esik az eső, akkor ők azonnal megérzik. Itt pedig ugye az ország egyik éléskamrája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Így tényleg a helyi gazdálkodóknak mindenképpen szükséges alkalmazkodniuk. A vállalkozásuk zöld átállását, fenntarthatósági törekvéseit nem csak szakmai konferenciákkal, a jó gyakorlat megosztásával és a példamutatással is lehet segíteni. Az önkormányzat is ugye az elmúlt években nagyon sok olyan projektet valósított meg, ahol a különböző közintézményeken energetikai, olyan új energetikai rendszerek kerültek beépítésre, akár napelem, akár új típusú gázkazánok, amelyek már a környezet szennyezése az sokkal kevesebb, ugye megy nagy zöld program, faültetések, rendbetételek, virágosítás, ami mondjuk fizikailag jobban, esetlegesen jobban a hétköznapokban látható. Tehát az önkormányzat is próbál alkalmazkodni ehhez, és megpróbálja a Nyíregyházát élhetőbbé tenni, ugye ezért van a sok kerékpárútnak a kiépítése, ezért van az, hogy az embereknek a esetleges utazási szokásain próbáljon változtatni, vagy legalább hétvégén olyan lehetőséget adjon a családoknak, hogy igazából zöld környezetben, biztonságos utakon tudjanak kerékpározni, a gyerekeket erre tanítsák. A legfontosabb első lépés a kockázatok felmérése. Minden vállalkozásra más hatással van a klímaváltozás, másképp tud alkalmazkodni ahhoz, és más cselekvési tervvel tud elindulni a fenntartható zöld úton.